Az előző alkalommal ott tartottunk, hogy időszámításunk előtt 215-ben a hunok az Ordosz északi részéről, a Jin-hegység vidékéről benyomulnak az Ordoszba, betörnek, fosztogatnak, stb. És erre a Cin dinasztia hadvezére, Lek Meng Tien, lépéseket tesz, elfoglalja az Ordoszt, 30 ezer kínai családot telepített ide az Ordosz vidékére a császár, és nagyjából egy időben, ugye 210-ben aztán meghal ez a két fontos ember, Meng Tien és Cin Shi Huang Ti, tehát a Cin dinasztia első császára meghalnak, és haláluk nyomán hát nagy zűrzavar kerekedik a Cin dinasztiában, felkelések törnek ki, a második, és aztán lesz egy harmadik császár is, a Cin császára is a Cin dinasztiának, ők teljesen jelentéktelen szereplők. Ők hát udvari intrikák áldozatai lesznek, egyébként nem olyan régi ásatások derítettek fényt arra, hogy ezek a második, illetve a harmadik császárok és az ő udvartartásuk milyen véget értek, hogyan végezték ki őket. Tehát ott egy ilyen nagyon csúnya belharc bontakozott ki, tulajdonképpen az udvar legfontosabb tagjait lemészárt, tehát egymást lemészárolták röviden szólva, és ez a káosz egészen 210 végétől, 209 elejétől tartott a Cin dinasztia hivatalosnak mondható végéig 206-ig. 210 és 206 között, tehát felkelések sorozata, a nagy zűrzavar uralkodik a dinasztiában, tehát tulajdonképpen az igazából egy 10 évnél tovább gyakorlatilag nem áll fenn a Cin dinasztia. Ha az évszámokat nézzük, akkor ez 14-15 év, ugye 221-től 206-ig szoktunk beszélni erről a Cin dinasztiáról, de az igazi egységes, valódi egység és erőkorszak az 210-ig tart. Utána már romokban hever ez a dinasztia. Most ugye említettem azt is, hogy ez egy tipikus militáris, harcos, agresszív társaság volt a Cin, és egy nagyon militáris, nagyon agresszív dinasztiát hoztak létre, ami nagy sikerrel hódította meg ugye a többi hadakozó fejedelemséget, ebben a hadakozó fejedelemségek korszakában, és egy nagyon szigorú törvényeket alkalmazó uralmat hoztak létre. Ugye a legizmusról nem tudom, hallottak-e itt a kínai vagy a kínai, azok, akik már kínai órákat felvettek, legizmus, ugye a törvény mindenekre szigorú törvények jellemezték, például nem volt enyhítő körülmény a Cin bíráskodásban, és igen szigorúak voltak a büntetések, bármilyen szemmel nézve. Most egy ilyen szigorú katona, az ilyen szigorú katona államokra jellemző, hogy gyorsan hódítanak, nagy sikerrel hódítanak, viszont a hódításukat nagyon sokáig nem tudják fenntartani. Tehát ezeket általában fel szokta váltani egy olyan állam, amely megörökli ezt az egységet, amit sikerült megteremtenie ennek a hódító államnak, megörökni, ölébe pottyan ez az egység, mondjuk úgy, és azt aztán képes hosszabb ideig fenntartani. Na, ez fog történni most is. Ez lesz az első példánk erre a jelenségre, majd ez aztán ismétlődni fog szépen ritmikusan a kínai történelem folyamán. Több kisebb-nagyobb felkelő csoport van ebben az időszakban a Cin dinasztia területén, Kína területén, és ezek közül érdemes megemlíteni kettőt. Az egyiket egy Shang Yu nevű hadúr vezeti. Nagyjából a mai Szecsuán tartomány területén volt az ő bázisa, és az ő fejedelemsége, vagy az ő ellenőrzés alatt álló területeket hívták úgy, hogy Shu. És volt egy másik lázadó, akiről egy kicsit részletesebben fogok beszélni, Liu Pang. Kínaiban a B, az a magyar fülnek inkább P-nek hallatszik. Jó. Liu Pang a Cin dinasztiának egy hivatalnoka volt, és egyszer azt a megbízást kapta, már ezekben a vészterhes időkben járunk, hogy egy csoport elítéltet, rabokat szállítson át egyik helyről egy másik helyre, ilyen szekerekkel, stb. Vigyék át, egyik börtönből a másik börtönbe kellett átszállítani embereket. Ámúgy közben nagy vihar kerekedett, sár lepte el az utakat, kidőltek a fák, stb. Tehát megnehezítette a vihar az útját, elakadtak, és amikor már úgy látszott, hogy határidőre nem fog, semmiféleképpen sem fogják tudni teljesíteni a feladatot, leszállítani a rabokat a börtönbe, ahol kell, akkor ugye azt gondolta, hogy a szigorú Cin törvények értelmében nem fogja tudni elkerülni a kivételt, tehát mindenféleképpen ki fogják végezt,
tetni ezért. Ilyen szigorúak voltak a Cin törvények, nem sikerült határidőre megoldani valamit, akkor kész, vége, kivégzés. Na, amikor erre ráeszmélt Liu Bang, akkor úgy döntött, hogy hát a halálnál azért mégiscsak jobb, mégiscsak valamivel egy kicsit több esélye van, hogyha kiengedi a rabokat, és abból egy ilyen hadsereget, vagy hát felkelő sereget toboroz maga számára, és fellázad a császári hatalom ellen, és ezt is teszi, fellázad. Egyre többen csatlakoznak hozzá, ugye, mint egy ilyen nagy hógolyó, amely legörül a hegy oldalában, egyre növekedett az ő felkelői bázisa, és a sok kisebb-nagyobb felkelő közül aztán egy-két éven belül Xiang Yu és Liu Bang lesznek azok, akik a két legesélyesebbek, egy új dinasztia alapítására két legesélyesebb hadúr lesz. 206-tól kezdődően ez a két hadúr, Xiang Yu és Liu Bang egymásnak feszül, és egymás ellen harcolnak, és ezt az időszakot 206-tól 4 éven keresztül, egészen 202-ig tartó időszakot, ezt a 4 évet hívják úgy, hogy Chu és Han, mondjuk viadala. Jó? Tehát 4 éven keresztül harcol ez a két hadúr, és aki járt már kín a története órára, az tudhatja, hogy ki lesz a nyertes. Igen, Liu Bang lesz a nyertes. Ugye a Han dinasztia lesz a következő dinasztiánk. Hogyha megnézzünk bármelyik történelmi könyvet, megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Han dinasztiát az esetek 90-95%-ában 206-tól kezdődően számítják. 206-tól van Han dinasztia, de hozzá kell tennünk, hogy ez a vetélkedés a két hadúr között, ez 4 éven keresztül tartott, és ebben a 4 évben egyáltalán nem volt biztos, hogy a következő dinasztia az Chu lesz-e, vagy Han, vagy esetleg valami más. De tehát akkor ez még nem dőlt el, de mivel a Han dinasztia került ki győztesen ebből a viadalból, ezért a Han dinasztiát már 206-tól kezdődően számítjuk. Most 202-re sikerül Liu Bangnak elfoglalnia ezt a várost, amit mutatok. Az van ideírva magyarul, hogy Xian. Egy kicsit rosszul írják, tehát hibásom van ez ide felírva a térképre, mindjárt el is mondom, hogy miért, de ez egy nagyon fontos város, tehát érdemes erről beszélni. Megnézik, hogy az Ordosztól délre esik, ez itt a Sárga folyó, itt a Sárga folyónak ez a nagy szeglete itt keleten, és ettől egy kicsit nyugatabbra a Wei folyó völgyében van. Hát, hogyha részletesen lenne a térképünk, akkor lehetne látni messzebbről is, hogy itt ugye egy alacsonyabban fekvő, egy medence van itt tulajdonképpen, és közepesen magas hegyek veszik körül minden oldalról ezt a várost. Tehát egy nagyon védett helyen van, nem véletlen, hogy kínai történelem során majdnem mindig, vagy hát nagyon sokszor ez a város volt Kína fővárosa. A legtöbbször a neve az, hogy Chang'an, ez a város neve. Így is fogunk rá hivatkozni mindvégig. Néha hosszabb, rövidebb időkre átnevezték ezt, de ezzel még most ne foglalkozunk, nekünk maradjunk mindig csak Chang'an. A mai neve az, hogy Xi'an. Xi'an. Nem tudom, valaki hallott már erről a városról? Xi'anról. Miről híres? Hát az agyakatonákról. Arról már biztos hallottak az agyakatonákról. Ugye az agyakatona, vagy az agyakatonák, nem más, mint Qin Shi Huangdinak, tehát a Qin dinasztia első császárának az agyakhadserege, mely előtte eltemették Qin Shi Huangdi mauzóleuma. És ott tárták fel, ha jól emlékszem, 1976-ban először ezeket az agyak katonákat. Tehát itt volt a fővárosa a Qin dinasztiának is, és ezt a várost és ezt a városnak az egész régióját, a város környékét 202-re foglalja el Liu Bang. És a Guangzhong régió az egy nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos régiója Kínának. Akinek ezt sikerül elfoglalnia, annak tulajdonképpen már mondhatjuk, hogy nyert ügye van a riválisaival szemben, és ez sikerül Liu Bangnak 202-re, és tulajdonképpen ekkor, ebben az évben válik biztossá, hogy itt most már a következő dinasztia az nem a Chu lesz, hanem a Han. Tipikus példája annak, hogy egy rövid életű, nagyon gyors és sikeres hódításokat véghez vívő dinasztia
nagyon hamar megbukik, széthullik, majd ennek az örökébe lép egy olyan, ami aztán hosszú időn keresztül meg tudja őrizni Kína egységét. Tehát Kína egysége, itt ugye először megteremti a Qin dinasztia, ez egy ilyen négy évre valamelyes kezd széthullani ez az egység, ugye, különböző kis apró fejedelemségek jönnek létre, de aztán, aki ismét összerántja ezt az egészet, az már hosszú ideig fent tudja tartani, és ez majd meg fog ismétlődni, mondom, a későbbiek folyamán. Egy nagyon fontos dolog Liu Panggal és az ő Han dinasztiájával kapcsolatban az, hogy ahhoz, hogy ezt az erős ellenfelet, Xiang Yu-t legyőzze, az szövetségeseket kellett találnia. Tehát helyi, lokális kis hadurakat kellett a maga oldalára állítania. És ahhoz, hogy ezek a hadurak ne álljanak át, tehát mindenképpen ő hozzá legyenek hűségesek, ehhez arra volt szüksége, hogy ezeknek engedményeket tett, adományokat adott. Tehát a korai Han dinasztiában, mikor megalapul, megszilárdul a Han dinasztia hatalma, akkor még találunk számos olyan közigazgatási egységet, amelynek a neve az, hogy Guo. Guo, ami azt jelenti, hogy ország, a mai kínaiban a Guo, azt jelenti, hogy ország, vagy fejedelemség. Tehát tulajdonképpen egy meglehetősen nagy autonómiával rendelkező tartománya a Han dinasztiának. Tehát ezek olyan haduraknak a birtokai, szállás területei a Han dinasztián belül, akik lojálisak voltak a Liu Panghoz, a császárhoz, és ennek fejébe ők tulajdonképpen gyakorlatilag saját területükön független fejedelmekként uralkodhattak. Tehát nagyon laza szálakkal kötődnek ők a Han dinasztiához, de azért a Han dinasztia oldalán állnak. Na most ez egy veszélyforrás, ugye mondanom sem kell, ez egy veszélyforrás. Tehát ők, ha kényük kedvük úgy tartja, akkor akár szembe is fordulhatnak a császárral. Akkor nézzük meg, hogy mi történik ezzel a hunoknál, mert róluk még nem volt szó eddig. Pontosan nem tudjuk datálni, tehát pontos éveket vagy nem találunk ezekben a kínai forrásokban a történetekre vonatkozóan, vagy pedig ezek megbízhatatlanok, de csak úgy nagyjából azért el tudjuk dönteni, hogy körülbelül mikor lehettek ezek az események, amelyeket leírnak ezek a források. Ugye a hunokat elvesztettük 210 körül, megbeszéltük azt, hogy mikor összeomlik a Qin dinasztia egysége, uralma az Ordoszban, akkor ők visszajönnek az Ordoszba. Oké, rendben van. De mi történik azután? Hol van mondjuk a Shanyu-nek a székhely? Ugye a Shanyu az uralkodó a hunoknak. Hol van a Shanyu székhelye? Vagy mit csinálnak az Ordoszban? De kit fosztogatnak? Hát onnan elmentek a kínaiak. Vagy csak visszamentek, és akkor ott legeltetik az állataik? Nem tudjuk ezeket. A lényeg az, hogy feljegyzések szerint visszafoglalták az Ordoszt, vagy az Ordosznak egy részét, és közben egy kisebb belső válság bontakozik ki a hunoknál is, ami valószínűleg független Kína belső válságától. Most magyarul felolvasnám azt, amit én saját magam fordítottam, hát egy kicsit hevenyészet fordítása egy kínai közlésnek, ez a Shi Ziből van, ami azt mondja, hogy a Shanyu-nek, aki Touman volt, ugye, a Shanyu-nek volt egy fia, Modun. Később kedvenc ágyasa egy másik fiút szült. A Shanyu meg akart szabadulni Moduntól, és kisebb fiát kívánta megtenni Shanyu-nek. Ezért Modunt a Yuecsikhez küldte zálogba, túszként. Modun már a Yuecsiknél volt, mikor Touman hirtelen rájuk támadott. A Yuecsik meg akarták ölni Modunt, de az ellopott egy jó lovat, és azon visszaszökött. Touman rátermettségét látva 10 000 lovas irányítását bízta rá. Modun aztán fütyülő nyílvégeket készített, és lőni tanított a lovasait. Ezt a 10 000 lovast. Így szólt hozzájuk. Aki nem tud oda lőni, ahová az én fütyülő nyilam talál, annak fejét vétetem. Vadászni indultak, és aki nem lőtt oda, ahova a fütyülő nyíl talált, azt Modun lefejeztette. Ezután Modun fütyülő nyilával legjobb lovára lőtt. Aki nem mert a lóra lőni, annak Modun fejét vétette. Ezután nem sokkal a fütyülő nyillal kedvenc feleségére lőtt. Akik nagy félelmükben nem mertek lőni, azokat Modun megint csak lefejeztette. Később Modun ismét vadászni indult. A fütyülő nyillal a Shanyu kedvenc lovára lőtt, tehát az apjának a kedvenc lovára. Mindenki más is arra lőtt. Ebből Modun tudta, hogy embereinek most már jó hasznát veheti. Később, amikor apjával, Touman Shanyuvel ment vadászni, fütyülő nyilát apjára lőtte. Emberei is mind arra lőttek,
és halálra nyilaszták Tolmant. Ezután Modun kivégeztette mostoha anyját, öccsét és a tisztviselőket, akik nem engedelmeskedtek neki. Modun megtette magát Sanyűnek. Tehát arról van szó, hogy Modun volt a legidősebb fia Tolmannak, meg a Sanyűnek, de a Tolmán mégsem őt akarta megtenni örökösének, hanem egy másik fiát, aki egy ágyastól született. Most kik ezek a jüecsik? Jüecsik egy minden bizonnyal irányi nyelvet beszélő nép, akik a Kanszu folyosóban éltek. A Kanszu folyosóról még nem beszéltünk. Kanszu, ugye Kanszu tartomány az valahol itt van, Kína nyugati részében, és a Kanszu folyosó, hogyha megnézzük, az itt húzódik. Ez a terület a Kanszu folyosó. Ez az óriási nagy sötét rész itt a tibeti fennsík, nagyon magas hegyekkel, és ahol itt megtorpan északon, észak-keleten a tibeti fennsík, van egy ilyen alacsonyabb rész, egy átjáró tulajdonképpen, hívják úgyis, hogy Kanszu átjáró. Azért hívják folyosónak vagy átjárónak, mert Kínából, Kína belső területei felől ide a Taklamakán-sivatag, a Tári-medence és Dzsungária környékére vezeti az utat, egy természetes átjáró, tehát a Shenyang-útnak ez az első szakasza tulajdonképpen. Tehát a Xi'anból induló Shenyang-út először itt, ugye nyugat felé haladva a Weifu folyó völgyében felkanyarodik egy picit északnak, majd a Kanszu folyosón keresztül jut el az úgynevezett nyugati területekre, ezt a kínaiak úgy hívták, hogy nyugati területek, és aztán jön tovább szépen nyugat felé. Itt a Kanszu folyosóban éltek a nomád állattartó jüecsik. És a Sizi azt írja, hogy ők erősebbek voltak ebben az időben a hunok. Ez körülbelül olyan 209 környékén lehetett, vagy 209 és 206 között, valahogy így. Tehát az időszámításunk előtti harmadik évszázad utolsó évtizedében történhetett ez a dolog, ha ez tényleg így történt. És a jüecsik ugye egy félelmetes ellensége volt a hunoknak, és az, hogy a fiát, az elsőszülött fiát, a hunok uralkodója Tolmán elküldi a jüecsikhez, az azt jelenti, hogy ő alárendeltje a jüecsiknek. Minden bizonnyal alárendeltje volt a jüecsiknek, és majd látni fogjuk a későbbiekben is, hogy az erősebb, a domináns fél ilyenkor mindig egy zálogot, egy túszt kér az alárendelt féltől a béke szavatolásának céljából. Ám azt a jüecsik nem tudják nyilvánvalóan, hogy Tolmán meg akar szabadulni ettől, meg akar szabadulni Maotuntól, és ezért küldi zálogba hozzájuk, majd egyből rájuk is támad, reménykedve, hogy a jüecsik meg fogják ölni a fiát, és akkor ő a kedvenc fiát, ugye az ágyastól született fiút teheti meg örökösének. De ez nem sikerül, mert Maotun ügyesen megszökik, visszatér apjához, aki hát elismerően ad neki egy testőrséget, 10 000 lovast. Az a 10 000 az nem biztos, hogy pontosan 10 000 volt, de sok lovas. Tehát haderejének egy részét rábízza, és itt nem tudjuk igazából, hogy Maotun vagy Tolmánnak megváltozott-e a véleménye Maotunról, vagy meggondolta-e magát. Ezt már nem tudjuk. Minden esetre Maotun meggyilkolja az apját, és átveszi a hatalmat, és kész, ezzel le van tudva a dolog. Ugye ezek a fütyülő nyilak, amiket említ a szöveg, ezek úgy néztek ki, hogy a nyílhegy elé, a nyíl vesszőre fel van szerelve egy ilyen kis csontból faragott kis lyukas gömb. És hogyha az kilövik, akkor fütyül, sípoló hangot ad ki. És ez egy ilyen jelző nyílként szolgált. Tehát hallották a hangot az emberek, mert nem feltétlenül lehet látni a nyílveszőt, amint repül, hallják a hangot, és akkor a hang irányába lőnek. És ezzel a nyíldal trenírozta az embereit, hogy oda lőjenek, ahova kell. Most a jüecsiken kívül említ ez a kínai szöveg egy másik erős népet, vagy népcsoportot, az úgynevezett tonghukat, tonghu, de őket nevezhetjük nyugodtan magyarul is keleti barbároknak. Tehát keleti barbárok. Ez egyszerű, könnyű magyar fordítása. Hát hol éltek ők? Hát nyilvánvalóan keleten, hát hunoktól keletre. A hunoknak a központját valahova, ha ide lokalizálhatjuk, ugye a Jinshan vidékére, az Ordosztól északra, vagy észak-Ordoszba, akkor a jüecsik tőlük nyugatra esnek, itt a Kanszu folyosó tőlük nyugatra esik, Tonghu pedig tőlük keletre. Ezt a régiót úgy hívjuk, hogy Mandzsúria. De a nagy Hingán-hegység vidéke, Hingán-hegységtől körülbelül óráig, ez Mandzsúria.
A Mandzsúria, Nyugat-Mandzsúria területén éltek a tonkuk, a keleti barbárok. Forrásunk szerint, amikor a tonkuk, keleti barbárok tudomást szereznek Modun hatalomra lépéséről, akkor egy követséget küldenek Modunhoz, és egy lovat kérnek tőlük. A legjobb lovát kérik. Na most ezzel mi lehet a céljuk vajon? Meghallják, hogy a szomszédban hatalmi váltás történt, egy új uralkodó van, és küldenek egy követet, hogy hagyjanak ajándékba az ő királyuknak egy lovat. Tehát egy nagyon értékes ajándékot kérnek. Miért? Mire föl? Születésnapja van a király? Vagy mi lehet a cél ezzel? Hogy felmérjék az erejét a szomszédnak. Na, itt van egy új uralkodó, na teszteljük le, nézzük meg, hogy miféle ember ez, mennyire erős, mennyire magabiztos. Hogyha visszautasít minket, akkor valószínűleg eléggé biztos a saját erejében, ha visszamer minket utasítani, de ha nem, ha ad egy lovat, hát akkor olyan gyengécske, akkor még fél, akkor még nem olyan erős a pozíciója. Ugye? Tehát ez egy tapogatózás, fel akarják mérni, hogy hányadán is állnak ezzel az új uralkodóval a Modunnak. A keleti barbárokról egyébként szintén megjegyzi a forrásunk, a Sici, hogy ők erősebbek voltak, mint a hunok ekkor. Tehát a hunok legalábbis a forrásunk szerint ekkor még nem a legerősebb, nem a legjelentősebb északi barbár nép volt Kína szomszédságában, bár kétségkívül jelentős, hogyha Mengtient kellett ellenük küldeni, de két szomszédjuk, ugye a Jüecsik és a keleti barbárok feltehetően erősebbek voltak, vagy legalábbis nagyjából olyan erősek, mint a hunok. Tehát nem voltak a hunok még nem voltak egyeduralkodók ebben az időben. Semmiképpen sem voltak teljes biztonságban a két szomszédjuktól. Modun elküldi ezt a lovat ajándékba, ugye először is összehívja a tanácsadóit, hozzá legközelebb álló embereket, és megvitatja ezt a dolgot. A Sici szerint az történik, hogy kikéri a tanácsadók véleményét, és akkor sokan azt mondják, hogy hát már miért adnánk oda azt a legjobb lovat a keleti barbároknak, mit képzelnek magukról, ezzel csak azt mutatnánk, hogy gyengék vagyunk. Ja. Jó. Meghallgatja a többien, vannak, akik azt mondják, hogy hát ezt csak egy lóát adjuk oda, jobb a békesség, stb. Most azokat a tanácsadókat, akik azt mondják, hogy ne adjuk oda a lovat, azokat kivégezteti, lefejezteti Modunt, és odaadja a lovat a keleti barbárok uralkodójának. Erre ugye egy újabb követség érkezik a keleti barbároktól, és a Sanyi, azaz Modun kedvenc ágyasát kérik ajándékba. Kedvenc ágyasát kérik ajándékba, ugyanezt történik. Vannak, akik ágálnak ellene, mit képzelnek ezek a keleti barbárok magukról, hát ez már azért mégiscsak túlzás, hogy először egy ló, most már meg egy nőt is kérnek, hogy képzelik ezt. Na hát ezeket kivégezteti Modun, és elküldi a kedvenc ágyasát ajándékba a keleti barbár királynak. Most, hogy ez a király, ugye Wang királyként hívja a kínai, vagy ez tulajdonképpen mi volt, miféle uralkodó volt, ezt nem tudjuk. Hát a vezetője a keleti barbároknak, hogy pontosan miféle tisztség volt, az sajnos nem tudjuk. Na a lényeg az, hogy ezután, hogy ezt is megkapták, egy újabb követséget küldenek a keleti barbárok, és azt mondják, hogy a kettejük terület, a hunok és a keleti barbárok területe között húzódik egy ilyen sivatagos, terméketlen, ilyen használhatatlan terület, egy sáv, ahol se jó legelő nincs, se semmi nincsen, csak egy pusztaság, hogy ezt adják át, ezt a terméketlen területet ajándékba. Na, erre megint összehívja a tanácsadóit Modun, és ugye megint csak most már nagyon sokan azt mondják, hogy most már a legtöbben most már azt mondják, hogy hát adjuk oda ezt, hogyha már odaadtunk egy nagyon jó lovat, akkor a legkedvesebb ágyasát is odaadta a Sanyu, hát akkor ezt a területet, aminek tényleg semmi az, ezt miért ne adnánk oda? Ezt miért ne adnánk oda? Ennek semmi értéke nincs. Na, ezeket Modun megint csak kivégezteti. Állítólag. És erre a keleti barbárok teljesen meg vannak arról győződve, hogy hát a hunok a zsebükben vannak, már odaadták a Sanyu legjobb lovát, a legjobb ágyasát is, és egyáltalán nem számítanak arra, hogy Modun teljes hadseregét csatasorba állítja és lerohanja a keleti barbárokat. Tehát teljesen meglepetésszerűen egy totális győzelmet arat keleti barbárok felett, a királyukat megöli,
népüket uralma alá hajtja. Ez történik körülbelül 206-ban, 204-ben, valahogy így. Tehát akkor, amikor Kínában Xiang Yu és Liu Bang javában harcol egymással. Ez valamikor akkor történhet. Na most ugye itt Motun nagyon ügyesen tudta, hogy mi a célja a keleti barbároknak ezekkel a követségekkel, ezeknek az ajándékkérésekkel, és egy ilyen védekező, konfliktus kerülő magatartásból vált nagyon hirtelen magabiztos támadásba. Tehát úgy tesz, mintha ő gyenge és bizonytalan lenne a saját erejét tekintve, és aztán hirtelen lerohanja a Tongkukat, mi óriási erőfölényhez juttatja. Hiszen lehet, hogy egyébként a Tongkuk hadsereg az erősebb volt alapján, mint a Hunoké, tehát hogyha egy rendes összecsapásban összemérték volna az erejüket, akkor nem egyáltalán biztos, hogy a Hunok győznek, de így ez a taktika, ez az agyafúr taktika, ez meghozta a győzelmet a Hunok számára. A Tongkuk, azaz magyarul keleti barbárok leigázását hamarosan a Jüecsiké követi, ami sokkal, hogy mondjam, sokkal homályosabb a Jüecsik leigázásának a története. A kínai forrásaink, mint a Shizi is, meg az azt követő Han dinasztia krónikái is leírják ezt, hogy miután a keleti barbárokat legyőzte Mao Tun, azután legyőzi a Jüecsiket, majd visszaszerzi az Ordoszt télen. És utána pedig északon különféle kisebb, nagyobb törzseket hódoltat meg. De a Jüecsik leigázásával kapcsolatban nincs egy ilyen történetünk, mint a keleti barbárok leigázásával kapcsolatban, és nem is tudjuk pontosan datálni. Én úgy gondolom, hogy a Jüecsiket több hadjárat során sikerül véglegesen legyőzniük a hunoknak, és csak egészen későn a 170-es évek közepe táján tudják őket végleg elűzni a Kanszu folyosóból. De elképzelhető persze, ha már így említik a kínai források, hogy rögtön azután, hogy a keleti barbárokat legyőzték, rögtön azután a Jüecsiket is egyszer legyőzik valamilyen csatában, de az egészen biztos, hogy még ott vannak a Jüecsik egy ideig azért attól függ. Tehát nincs itt egy ilyen totális győzelem, mint a keleti barbárok esetében. A keleti barbárokra visszatérve, ez a győzelem, ez a kb. 206-ra datálható győzelem, ezt is sokan sokféleképpen datálják, de valahogy így ebben az időben van ez. Az történik, hogy itt keleti barbárok két nagy csoportra szakadnak, és arrébb is vándorolnak eredeti lakhelyükről. Egyik csoportjuk Xianpei, a másik csoportjuk pedig a Wuhuan. Ez két külön, egymással rokon nép lesz. Xianpei és Wuhuan. Magyarosan is szokták ezeket írni. Talán könnyebb úgy megjegyezni egy kicsit a nevüket. Xianpei-nek, ugye Xianpei, kínai Xianpei, ez Xianpei-nek szoktuk hívni, illetve van egy feltételezett rekonstruált alakja, ez a szerbi nyelvészek szerint, ez a Xianpei, ez a mai ma Xianpei-nek egybe tart, ez egy korabeli szerbi, vagy valahogy egy unnautatával írják, szerbi, szerbi, sírbi, ilyesmi alapot rekonstruálni, de mi Xianpei-nek fogjuk csak mondani, jó? És Wuhuan, hát dupla V-vel, magyarosan szimpla V-vel szokták átvérni, Wuhuanok. Tehát két nagyobb csoportra válnak, a Wuhuanok azok, akik egy picit délebre vándorolnak majd, ide a mai belső Mongólia keleti, de Pekingtől nem messze északra egy kicsit, a Xianpei meg északabban maradnak. Tehát ez a nagy unhódítás, ez két részre bontja a keleti barbárokat. És a Xianpeikről és Wuhanokról a későbbiekben részletesebben fogunk majd beszélni. Utána a Jüecsikkel harcolnak, mondom, szerintem több hadjáratot is vezetnek a Jüecsik ellen a hunok a következő évtizedek folyamán, illetve északon ugye kisebb-nagyobb törzseket, más nomád népeket hódoltatnak meg. Most ez a meghódoltatás, ez mit jelent egészen pontosan? Valószínűleg nem tudjuk, ugye nagyon sok mindent nem tudunk, de valószínűleg annyit jelent, hogy ezeknek a törzseknek a vezetői, törzsfői elfogadják Mao Tun főségét, és hogyha azt mondja, hogy harcba kell menni, teszem azt a Jüecsik ellen, valaki ellen, harcba kell menni, akkor bizonyos számú katonát kell, hogy adjanak nekik, és nem lázadnak fel ellenük. Ezt jelenti. Tehát ezek a nomád törzsszövetségek így néznek ki.
Ezen kívül a törzseknek a vezetői, a nomád törzsszövetségekben szinte mindig nagyfokú autonómiát élveznek. Tehát ők ugyanúgy megmaradnak a saját törzsük vezetőinek, csak éppenséggel lehet, hogy tesznek valamilyen esküt is, arra vonatkozólag, hogy a sanyű ellen nem lázadnak fel, illetve segítik őt a hadjárataikban segédcsapatokkal. Na most érdemes megnézni ezeket az északi törzseket. Őket ide szokták lokalizálni, vagy Észak-Mongólia környékére, Bajkáltól, a mai Szanyán-hegység, mai Tuba területére, valahol itt éltek ezek a törzsek. Ilyen neveket találunk a kínai forrásokban, hogy Tingling, ezt viszont könnyű megjegyezni, ez a csilingelő név, Tingling, Hunyu Csüse Xinji Gökun, ilyen nevek vannak. Most ezek közül a Gökun érdekes név, meg a Xinji, hát ezeket a későbbi kirgizekkel szokták kapcsolatba hozni, a Tinglingeket pedig az ujgurokkal. Hallottak már ezekről nevek, ugye, hogy ujgur kirgiz. Na, ezeknek az őseit tisztelhetjük talán ezek mögött, a nevek mögött. A lényeg az, hogy ezzel a hódítással az időszámításunk előtti 3. század végére a hunok ennek az egész sztyepp, gyakorlatilag ennek az egész mongol sztyeppének az urai lesznek. Ők lesznek a domináns erő, ugye Mautun alatt. Ugye néha azt mondom véletlenül, hogy Mautun meg Modun, mind a kettő, ugye két olvasata van ennek a kínai karakternek, amivel nevét leírják, mind a kettő előfordul. Igyekszem mindig Modunt mondani, mert az az elterjedtebb, de néha Mautunt mondok helyette, ez ne zavarjon meg senkit. Jó? Most miután ez végbe megy, ugye a 3. század legvégére megy ez végbe körülbelül, szinte törvényszerű az, hogy ezután expanzióba kezd a nomád birodalom, bármelyik nomád birodalom, ugye az egész térséget meghódítja, innen a Hingán-hegységtől az Altájig, a Bajkártóig és a Góbiig, tehát a mai Mongólia és belső Mongólia nomád törzsei mind Motun fősége alá kerülnek, legalábbis elméletben, és ezután innentől kezdve délre fordítja a figyelmét minden nomád birodalom. Délre, illetve nyugatra szokta, de legelőször délre. Oké, ekkorra Modun Sanyu már egy meglehetősen kiforrott államaparátussal rendelkezik. Hun államszervezet az három szintű volt, tehát volt a Sanyu, és utána voltak a hadvezérei, az úgynevezett tízezredesek, elméletileg 10 000 lovas állt az irányítása alatt, és voltak aztán ez alatt, ugye tízezredesek, ezredes, százados, tízezes, stb. Ilyen beosztás, ez a 10-es hadszervezet létezett a hunoknál, és voltak bizonyos olyan hun törzseknek a vezetői, akiknek akikről tudjuk, hogy egy-egy konkrét terület vagy régió állt az ellenőrzése alatt. Most hun törzsekből nem tudjuk, hogy mennyi volt, nem volt nagyon sok, kínai forrásokban 12 fontosabb kun törzset említenek meg, ebből az uralkodó törzs, amiből a Sanyu maga is származott, az a Luanti törzs volt, ebből származott a Sanyu. De most az, hogy a többi törzsnek például az anyanyelve az ugyanaz volt-e, mint a Luanti törzs, ezt se tudjuk. Nem tudjuk, hogy ez mennyire volt kulturálisan, nyelvileg egységes, de van még két fontos törzs, a Hunye és a Xiotu. Ők a Kansu folyosó, és az attól nyugatra eső területeket. Jó? Az ettől még nyugatabbra eső területeket pedig egy Huyen nevű törzs uralta, és jellemzően ebből a Huyen törzsből vette a feleségét, a fő feleségét, a Sanyu. Hát a Sanyuknak uralkodó volt egy fő feleségük, meg aztán egy csomó ágyasuk, ilyen mellékfeleségük is. Tehát létrejött tulajdonképpen a hun nomád birodalom, ha úgy tetszik, ha használhatjuk ezt a birodalom szót, és hamarosan történik egy nagyon érdekes eset. Időszámításunk előtt 200-ban a hunok betörnek Észak-Kínába. Ugye megbeszéltük, hogy egyesítették a sztyeppét, és rögtön dél felé fordult a figyelmük. A mai Shanxi tartomány északi részére, és ez a terület, ez egy Han Xin nevű hadúrnak területe, betörnek, és körbeveszik ennek a területnek a székhelyét, Mai városát. Úgy hívják a várost, hogy Mai.
régi szövetséges a Liu Pangnak, támogatta őt a Shang Yu elleni harcban, és ahogy azt említettem, ezeknek a lojalitása nem mindig biztos ezeknek az uraságoknak. Han Xin át is pártol a hunokhoz, és a császár, ugye Liu Pang megdöntésére tör. Mao Tun és Han Xin megbeszélik, hogy egyesítik a seregeiket, és akkor úgy együtt folytatják a harcot, viszont Han Xin késik erről a találkozóról, ezért Mao Tun gyanakodni kezd, hogy esetleg ez az egész csak egy csapda, és hogy Han Xin csak színlelte ezt az átállást, és titokban továbbra is a császár támogatja. A császár, Liu Pang, egyébként őt úgy hívják már trónra lépése után, Gao császár, Liu Pang, ő Gao császár, ő kémeket küld a hunok közé, akik azt mondják, hogy visszatérve azt mondják, hogy hát ezek a hunok, ezek gyengék, és könnyen le lehet őket győzni. Na most jegyezzük meg, hogy tehát ez, tulajdonképpen a Han dinasztiának nincs még semmi tapasztalata a nomádokkal kapcsolatban. Tehát kevés embert látnak, ugye kicsi a népsűrűség a hunoknál, kínaiakhoz képest, a fegyvereik is nyilván teljesen mások, mint a kínaiké. Tehát ők azt mondják, hogy ezek gyengék, könnyen le lehet őket győzni. Viszont egy másik tanácsadója, császár egy másik tanácsadója pedig azt mondja, hogy ne húzzon újat inkább a hunokkal, mert ennek rossz vége lehet. Nagyon bölcsen mondja ezt. És azt mondja, hogy sokkal erősebbek annál a hunok, mint amilyennek látszanak, és előbb, ezért inkább meg kéne velük állapodni a békéről. A császár nem hallgat rá, és sőt őrizetbe is veteti az ellen véleménye miatt, majd egyből támadást indít a hunok és Han Xin ellen. Tehát Han Xin egy elég rossz helyzetbe kerül, a Shan Yu sem bízik benne, a császár sem bízik benne, de igazából ebben a helyzetben ő a hunok oldalára került, tényleg át is állt a hunokhoz, és indul egy nagy támadás, azonban útközben a nagy hidegben nem tudnak rendesen előre haladni a kínai katonák, a hunok meg nagyon jól bírják a hideget, ők erre fel vannak készülve, lefagynak az ujjaik a katonáknak, aztán végül megközelítik ezt a kérdéses területet, ahol ugye állomásoznak a hunok és Han Xin seregei, és a hunok itt, ahogy megpillantják a császári seregeket, ez a tipikus nomád technikával, taktikával, a színlelt visszavonulással ráveszik a császárt, rászedik a császár seregeit, majd bekerítik őket a Paiteng hegynél. Egy hegy, az a neve, hogy Paiteng. És ez a név azért fontos, mert ez a kínai közben csak úgy emlegetik, hogy a Paitengi megaláztatás, Paitengi kudarc időszámításunk előtt 200-ban, bekerítik a hunok a kínai seregeket, és egy történet szerint Gao császár ekkor követeket küld Modun feleségéhez, főfeleségéhez, hogy titokban egyezkedjen vele. És ez a követ ez elmagyarázza az asszonynak, hogy a kínai császár, hogyha fogjul ejtik a kínai császárt, a hunok, az nem jelent számukra semmiféle hasznot, nem fog hozni számukra, hiszen Kínát már amúgy sem lennének képesek elfoglalni. És a követ, a kínai követ meg is zsarolja a feleséget, hogyha nem veszi rá Modunt arra, hogy bocsássa szabadon a császárt, engedje ki ebből a körbezárt ostrom gyűrűből, akkor a császár majd maga próbálja legyőzni a Shan-Yut azzal, hogy szépséges ágyasokat fog neki ajándékozni. Állítólag erre a Shan-Yu felesége rábeszéli a férjét arra, hogy engedje szabadon a császárt. Most, hogy ez mennyire igaz, ezt nem tudjuk. Tehát a Shan-Yunek egyébként is rengeteg vagy több ágyasa volt, még a feleségén kívül, hogy tényleg ez lett volna az, amivel sikerül rávenni a Shan-Yu feleségét, hogy beszélje rá a férjet a császár elengedése, ezt nem tudjuk. De végül mindkét fél visszavonul a csatát. Hogy valóban mi történt, ugye azt megint csak nem tudjuk pontosan, csak sejthetjük, hogy a hunok eleve óckodtak attól, hogy kínai területeket hódítsanak meg. Tehát ők nem akartak Kínából elfoglalni területeket, valószínűleg. Nem ez volt a céljuk. Ők eleve azzal számolhattak, hogy majd bekerítjük a császárt, egy kicsit szórakozunk vele, kicsit megsanyargatjuk, aztán elengedjük. De miért? Miért vonultak vissza? Tehát ott olyan megalázó vereséget szenvedtek a kínaiak, hogy a hunok ezt ott helyben kiaknázhatták volna, fogjul ejthették volna a császárt, meg lemészárolhatták volna ott a katonákat, de nem ezt. Miért? Vajon mi lehetett a céljuk?
És ez egy nagyon érdekes kérdés. Na most mi a fő probléma, miért nem? Vajon miért van az, hogy a hunok nem akartak kínai területet elfoglalni? Ez a könnyebb kérdés. Miért lehet az, hogy nem akartak Kínából területet elfoglalni a hunok? Hát a hunok kevesen vannak. Ugye? Tehát, ha elfoglalnak egy területet Kínából, akkor azt fent is kellene tartani. Ezt meg is kellene tartani. Ezt viszont nehéz. Lesz rá majd példa, hogy nomádok elfoglalnak Kínából területeket, sőt olyan is, hogy elfoglalják egész Kínát. De első körben sosem ez a céljuk. Ekkor a hunoknak még esélyük nincs erre, és szándékuk sem. A nomádok azok mindig sokkal kevesebben vannak, mint a letelepült földművesek. Körülbelül 10-szer, de esetenként 20-szor is kisebb az unyarkora területre eső nomád populáció, mint a földműves. Mert akkor ott egy adminisztrációt kellene kidolgozni arra, hogy akkor megtartsák azt a területet, megvédjék a kínaiaktól, hogy ne foglalják vissza, stb. Ez túl nagy feladat egyszerűen. Mit akarnak a hunok? Kifosztani azt a területet. Valószínűleg kifosztani akarták csak azt a területet, illetve kitalálni annak a módját, hogy a hun népesség, vagy a kínai népesség által ezeken a területeken megtermelt javakat, hunok, a mozgékonyságukból adódó katonai erőfölénnyel kihasználva vehessék el. Tehát az, amiben a hunoknak előnyük volt, az a mozgékonyságuk. Ugye a nomádoknak a mozgékonyságuk hatalmas nagy előnyük, az, hogy arrébb megy az állataival, ha valahol nem jó. Míg ha Kínában nem, az ember a házát meg a földjét nem viheti el a hátán egy másik helyre, ők viszont mozgékonyak, és a harc során is nagyon gyorsan, ugye lóhátról nyilaznak, még egy 10 ilyen lovas íjjász, ha betör egy kínai falvát, akkor 2-3 ezer ember sakban tud tartani, 10 lovas. Tehát ezt a katonai erőfölényt kihasználva posztogassanak, illetve megzsarolják a kínai császárt. Tehát a zsarolás az a legalapvetőbb módja annak, hogy ezeket a javakat Kínától megszerezhessék. Ezután, a vereség után, ugye a Gao császárt elengedi a Shan Yu, az a tanácsadó, aki óvaintette a császárt attól, hogy újat húzon a hunokkal, ő visszakerül a császár kegyeibe, jutalmat kap, új kinevezést kap, és ez a tanácsadó lesz aztán a Shan Yu és a császár közti béke megállapodásnak a fő konstruktora, levezetője, moderátora. Úgy hívják, hogy Lou Jing, hogy először ő azt mondta, hogy ne harcoljon a császár a hunokkal, mert rossz vége lesz, rossz vége lett, és utána visszakerül a császár kegyeibe, és őt bízza meg a császár azzal, hogy vezényelje le ezt a nagy béke megállapodást. Ugye, mert csak nem úgy van az, hogy a hunok elengedik a császárt, és mindenki megy aztán a maga dolgára, hanem kérnek valamit. Lou Jing azt javasolja a császárnak, hogy elsőszülött lányát adja feleségül Modunhoz. Miért? Azért, mert ezáltal a Shan Yu, ugye Modun, a kínai császárnak a vejévé válna, és a születendő trónörökös pedig egyben a császár unokája is lenne. És így a konfuciánus eszmék alapján, ugye Kínában, a Han dinasztiában ekkor már a konfuciánus eszmék diktálnak, ezeknek az eszméknek az alapján Modun és utódja a császárnak engedelmeskedni köteles. Ugye a konfucianizmus azt mondja, hogy a vej az apósának, unoka a nagyapjának engedelmeskedni köteles, alárendelt felekké válnának. Ezt jó ötletnek tartja a császár, viszont a császárné, Liu Pang felesége, Gao császár felesége, Liu császárné ellenkezik, nem akarja a lányát Modunnak feleségül adni, és ezért végül aztán nem a saját lányukat adják Modunhoz, hanem mellett egy másik lányrokonukat, valami unokahúg, vagy valami ilyesmi. Tehát egy más lányrokont adnak Modunnak, de arról nincs feljegyzésünk, hogy Modun ehhez mit szól. Neki valószínűleg mindegy. Ekkor még. Neki valószínűleg ez mindegy. De nem tudjuk ezt biztosan, ez egy nagyon érdekes kérdés. Most ezt a megállapodást, és ezt meg kell tanulni, ezt a kínai szót, úgy hívják, hogy hőcín, megállapodás, a hő az béke harmónia, szerintem egy béke és harmónia, a cín pedig a rokonság. A rokonság házasság mondjuk, hát tágabban értelmezve, tehát házasságon, rokonságon alapuló béke, ez a hőcín szerződés, amikor
a kínai császári családból kap a nomád uralkodó feleséget. Tehát megkapja ezt a feleséget a Sanyű, és mondom, az, hogy ez nem a valódi lánya volt a császárnak, itt néhány kutató azt mondja, hogy ezt tudták a hunok. Azt se tudjuk, hogy ezt tudták-e a hunok. Tehát nincs ez konkrétan leírva, hogy elárulták-e a hunoknak, hogy ez nem a császár lánya, vagy nem. Van bizonyos kutatók szerint tudták ezt a hunok, hogy ez nem a császár lánya, de ennek nem tulajdonítottak nagy jelentőséget. A Sanyű számára pedig azért volt jó ez a Hötyin egyezmény, nem csak azért, mert egyel több nő a háremben, hanem ez a hatalmi pozíciójának a megerősítését szolgálta. Gondoljunk csak bele, a nomád népek, ezek a nomád lovas birkákat, marhákat, kecskéket terelgető népek szemében mennyivel nőhetett a Sanyű, amikor azt mondta, hogy a háremének egy újabb tagja, az történetesen a kínai császárnak a lánya, vagy unokahúga, akármi, de ő akár mondhatta azt is, hogy a lánya, mert aztán a rangban alatt elhelyezkedő emberek aztán nekik, ők aztán tényleg nem tudták, hogy ez most tényleg a lány vagy nem. De a lényeg, hogy ez egy császár, a kínai császári udvarból szerzett magának egy ágyast. Tehát ez egy nagy presztízs növekedés. Ez egy nagy presztízs növekedés, ez a hatalmi pozíciójának megerősítését szolgálja, és mindig ez lesz majd későbbiek során is, hogy a nomád uralkodóknak az egyik legfőbb vágya az a kínai császárnő lesz. Kínai hercegnő. Ezen kívül a Hötyinben bizonyos meghatározott mennyiségű anyagi javakat is kap a Sanyű a császári udvartól. Ezek élelmiszer, tehát ilyen hogy a pusztákon nem növő növényeknek a... Tehát ilyen gabonák, nem tudom hány zsák, gabona, szeszes ital, selyem, ruhák, kocsi, néha zeneszerszámok, stb. Tehát bizonyos számú bizonyos meghatározott mennyiségű anyagi juttatást is kap, évi rendszer, nem egyszer, évi rendszerességgel a Sanyű udvara a császári udvartól. Mindennek fejébe a Sanyű megígéri, hogy békén hagyja a kínaiak. Többet nem tör be. Tehát ez a megállapodás a Hötyin. Ez 198-ra köttetik meg ez a megállapodás. Ugye két évig tárgyalgatnak erről, 198 az első Hötyin megállapodásnak a dátuma. Menjünk bele ebbe egy kicsit tovább. Ez egy új korszakot nyit a kínai és hun kapcsolatok történetében. Körülbelül fél évszázados korszak, vagy picit több is, 198-tól 133-ig. Hát ezt én úgy nevezem, hogy ez a Hötyin egyezmény kora, ez egész korszakot nyit, mert az első megállapodás ellenére aztán nagyon hamar kiderül, hogy a hunok ezt nem tartják be, és fosztogatásaikat újabb fosztogatások követik, és újabb követelésekkel állnak elő a hunok. Tehát ismét betörnek, hát itt az északi határvidék mentén szinte mindenhova indítanak kisebb-nagyobb betöréseket, egészen nyugaton, innentől, egészen keleten, a Liaotong öböli, még ide is betörnek. Tehát itt végig, az északi határ mentén mindenhova betörnek folyamatosan, kifosztják, lemészárolják a lakosságot, foglyokat ejtenek, embereket hurcolnak el, és ez évi több mint 10 000 halálos áldozata. Évi több mint 10 000 halálos áldozata van így ezeknek a nem feltétlenül halálos, tehát ebbe beleszámítani az elhúzszorszatot, tehát évi több mint 10 000 főt veszít körülbelül a dinasztia ezzel. Most két érdekes dolog van itt. Az egyik az, hogy ezek már szinte szükségtelenül, vagy érthetetlenül kegyetlen tulajdonképpen terrortámadások voltak ezek. Tehát hunok betörnek egy prefektúrába, Észak-Kínában, és hát erre kegyetlenebb módon mészárolják le a nőktől, gyerekektől, terhes nők, öregek, az embereket. Tehát nagyon kegyetlen mészárolásokat visznek véghez. Miért? De erre a válasza, hogy a kínai krónikáknak az, hogy ez egy kegyetlen barb azért, hogy szeretik, hogy élvezetből teszik ezt, ilyen a természetük, kegyetlen barbárok. Hát nem azért, mert nyilván kell gyomor hozzá, de mert nem egy finom angol úriemberek voltak nyilvánvalóan, de nem ez az elsődleges oka ennek, hanem az elrettentés.
Tehát ez a kegyetlenkedés az azt a célt szolgálja, hogy a dinasztia erre minél hamarabb válaszoljon. Minél látványosabb, minél nagyobb, minél kegyetlenebb betöréseket indítanak a dinasztiából annál, vagy az a kínai udvarban, annál hamarabb tudnak válaszreakciót csikarni. Mert ha csak betörnek oda, elvisznek néhány zsák gabonát, meg három lovat, hát akkor az kit érdekel, ugye azzal nem fog foglalkozni az udvar. De ha lemészárolják, ömlik a vér, repülnek a levágott fejek, na az már valami. Tehát ezzel lehet választ kicsikarni. És egy másik érdekes dolog, hogy ezek során, a fosztogatások során a hunok általában embereket és állatokat visznek el. Leginkább állatokat hajtanak el, és embereket visznek el. Van egy olyan argumentum, még most is tartja magát, és valami igazság talán lehet is benne, abban, hogy hát a hunok, meg hát a barbár népek északra azért törtek be Kínába, mert Kínának olyan produktumai voltak, amik nekik nem. Ugye olyan, hogy a gabonát vittek el, meg sejmet, ami náluk nem volt. Ugye náluk nem nőtt gabona, mert fölművelésre alkalmatlan a terület, illetve hát sejemhernyót se tudtak tenyészteni, ezeket vitték el. Igen, ezeket is, de főleg nem. Főleg nem ilyen dolgokra pályáztak a hunok, hanem emberekre, mert kellett nekik gyerekeket vittek el, erős embereket, meg kellett a munkaerő. Kellett a munkaerő, meg állatokat. Mert kellettek nekik az állatok. Tehát, hogy ugye a mongol sztyeppéken elég rideg a klíma, és gyakran van állatvész, felhullanak az állatok, hát akkor valahonnan kell szerezni állatokat, hogy fent tudják tartani, mert hát akkor Kínából, Észak-Kínából elhordták az állatokat. Tehát a kínai, észak-kínai területeken is vannak, élnek nomádok, valószínűleg kínaiul beszélő nomádok is éltek ott, meg letelepült nem kínaiak, akik földet is műveltek, meg állatokat is tartottak, tehát így szépen egymásba fonódik ez. Tehát volt ott állat, amit el tudtak vinni. Na, tehát tovább folytatódnak a betörések, az a lényeg, állatokat, embereket visznek el leginkább, és szükségtelen, kegyetlen mészárlásokat rendeznek betöréseik alkalmával a hunok. 195-ben, tehát 3 évvel a Höcsin megállapodás megkötése után Gao császár meghal. Meghal, betörések tovább folytatódnak. A trónörökös, a császár másodszülött fia, Liu Ying, ekkor még csak 15 éves. Hát ez éppen a határa annak, hogy önállóan uralkodhasson vagy ne, de a császári özvegy, Lü császárné, ugye aki nem engedte, hogy a saját tulajdon lányuk lépjen házasságra Motunnal, ő veszi magához a tényleges hatalmat, mint régens, és Hui császár, pedig hát ő lesz ugye a császár, de a tényleges hatalmat nem ő gyakorolja, hanem az anyja. Most ez a Lü császárné, ez egy különösen kegyetlen és erős akaratú asszony volt. Ő sorra meggyilkoltatja azokat, akik a fia öröklésére valami veszélyt jelentenek. Például Gao császár, a császárnak is volt több ágyasa, tehát ezek a kínai császárok sem éltek monogámiában. Többi ágyastól született fiakat, meg az egyik ágyast is megmérgezteti, kivégezteti őket, és amikor Hui császár, tehát a fia nagykorúvá válik, akkor kényszeríti a fiát, hogy a saját unokahúgát vegye feleségül és tegye meg császárnénak. Hát ebből a frigyből aztán nem születik gyermek. És Motun ekkor 192-ben egy új hercegnőt is kap a dinasztiától, ugye a folyamatos betörések hatására újabb és újabb követelésekkel áll elő, és ezeknek megfelelően 192-ben kap még egy hercegnőt kínai udvarból, majd ezután nem sokkal egy érdekes levelet ír Lü császárnénak. Azt írja a levelében, hogy én egy magányos uralkodó vagyok, aki lápok és mocsarak közt született, aki a pusztán nőtt fel marhák és lovak földjén. Sokat jártam a határnál, és vágytam, hogy a középső birodalomban, ugye Kínában utazgathassak. Fenséget szintén magányosan uralkodik, egyedül éli életét. Mindkettőnk boldogtalan, nincs mivel örömet szerezzünk magunknak. Szeretném, ha elcserélnénk azt, amink van, arra, amink nincs. Ugye ajánlatot tett a császári özvegynek, hogy őt szeretné feleségül venni. És Lü császárné erre teljesen felháborodik, és néhány tanácsadója azt javasolja, hogy azonnal indítsanak hadjáratot a hunok ellen, tehát ez mégiscsak arcátlanság azért. Mit képzel magáról ez a barbár uralkodó? Azonban józanabb
tanácsadók figyelmeztetik ennek a veszélyére, tehát hogy ez azért nagyon nagy meggondolatlanság lenne, egyből a hunok ellen menni, mert hogy a Han dinasztia ezután a Pajtengi vereség után teljesen egyértelművé válik, hogy ekkor még nincs felkészülve egy ilyen méretű konfrontációra a hunokkal, így végül Lü császárné egy válaszlevelet ír a Motunnak, és ezt írja benne, hogy öreg vagyok már, erőm is hanyatlik, hajam fogam kihult, járásom megrodjant. A Sanyi bizonyára téves híreket hallott felőlem, nem vagyok méltó, hogy lealacsonyítsa magát hozzám. Országom nem tett semmi rosszat, remélem megbocsát. Ilyen udvariasan, tehát tulajdonképpen kikosarazza a Sanyit. Aztán Motun ír egy újabb választ, amiben bocsánatot kér a császári özvegytől, és a Hötyin szerződést ismét megújítják. Azaz megint kap valamit még a Motun, tehát egy újabb ilyen update-je lesz ennek a Höcsincs szerződésnek, de hát ez a Frigy, a császári özvegy és Motun között nem jön létre. Húj császár meghal 188-ban, tulajdonképpen egy jelentéktelen uralkodó, helyette Lü császárné az, aki ténylegesen gyakorolja a hatalmat, és aztán ő nevezi ki a következő császárt is, és aztán a császárné is meghal 180 körül, majd a következő császár Wen császár lesz, ő Gao császár egy másik, egy sokadik fia. 180-tól 157-ig uralkodik Wen császár. Trónra lépését követően a hunok ismét megújítják a Hötyin egyezményt. Tehát Wen császár azzal kezdi, trónra lép, egyből megállapodik megint a hunokkal, megint egy picit többet kapnak a hunok. Néhány évvel később, és ez lesz az utolsó dolog, amivel most ezen a mai órán foglalkozni fogunk, 176, 174, 177, 170, valahogy így, ugye minden forrás egy kicsit máshogy datálja ezt az eseményt, egy újabb hun betörés történik. A hunoknak az egyik fő vezetője, tehát a Sanyu alatt a második vezető, ő megszállja az Ordoszt. Volt a Sanyu, és alatta elhelyezkedett két úgynevezett fejedelem. Úgy hívták ezeket, hogy a jobboldali bölcsfejedelem, meg a baloldali bölcsfejedelem. A jobboldali ez mindig a nyugati, a baloldali keleti ország rész felett őrködik, és a jobboldali bölcsfejedelem megszállja ezt az Ordoszt, és Wen császár egy levelet küld, és abban érdeklődik, hogy hát ne haragudjon már, hát most állapodtunk meg, most akkor mi ez, hogy mire véljem, most újítottuk meg ezt a megállapodást, és már is betörnek ide az Ordoszba, és elfoglalják az egészet. Erre a Sanyu ír egy választ, hogy hát igen, igen, ez való igaz, és bocsánatot is kérek ezért, hogy a jobboldali bölcs fejedelem ezt tette, nem kellett volna ezt tennie, de én ezért őt most meg is büntettem. Már megkapta a büntetést és sét ezért, és a büntetése az volt, ez nagyon érdekes, a büntetése az volt, hogy nyugatra elküldtem egy hadjáratra, hogy hódítsa meg az ottani népeket, és sikerült is neki. 36 népet, vagy hát itt úgy írják, hogy 36 országot meghódítottunk, és ezek most már a mi birodalmunkhoz tartoznak. Tehát tulajdonképpen itt egy bocsánat kérésnek álcázott izomfeszegetését látjuk a hun birodalomnak, tehát ő ugye úgy fogja, hogy megbüntette ezt az engedetlen alattvalóját a Sanyu, azzal, hogy elküldte egy hódító útra, amely egyébként nagyon sikeres volt, és most már sokkal erősebbek vagyunk, úgyhogy, ha úgy tartja kedvünk, akkor az Ordoszt mi akkor foglaljuk el, amikor mi akarjuk. Tehát tegyen a császár azt, amit akar, ha tud. Ennek a levélnek ez az üzenete. Most, hogy miért foglalta el a jobboldali bölcs fejedelem ezt az Ordoszt, tehát az egyik válasz az az, hogy mert megtehette, tehát a Sanyu utasíthatta ezt a jobboldali bölcs fejedelem, hogy hódítsa meg az Ordoszt, de az is elképzelhető, hogy a Sanyu jóváhagyása nélkül, mivel nem tudjuk azt egészen pontosan, hogy a Sanyu alá tartozó törzsfők és egyéb, tehát az alattvalói, ezek a törzsfők, illetve ezek a jobb és baloldali bölcs fejedelem, ezek mekkora mozgástérre rendelkeztek, mennyire függtek ők a Sanyutól, és mennyire voltak függetlenek, tehát mennyit tehettek meg. És elképzelhető, hogy ezek a törzsfők a saját szakállukra törtek be Kínába, a Hötyin megállapodás ellenére, és mintán már ezek megtörténtek, ezek a betörések, akkor a Sanyu már nem tehetett más, mint hogy beleállt ezekbe a dolgokba. Tehát ő nem is merhette el a kínai dinasztiával szemben azt, hogy a saját alattvalói alatt nincs megfelelő kontrollja. Ez érthető? Tehát lehet, hogy a Sanyu tudta, hogy
jó, hát ez, nem bízhatok ezekben, mert ezek saját útjukat járják, de az ő tetteikért kénytelen volt felelősséget vállalni, mert azt mondja, hogy jaj, bocsánat, én nem engedtem neki, én nem akartam, hogy ő meghódítsa az ordozt, meg betörjön ide, meg abba prefektúrába. Én mondtam nekik, hogy ne tegye, de mégis megtette. Hát ezzel akkor elismeri a gyengeségét a kínai dinasztia előtt. Na, akkor itt járunk, 176 körül Modun ekkor tájt fog meghalni, és itt aztán nem sokára egy nagy fordulatot vesz ez az egész történet, akkor a következő alkalommal innen folytatjuk.